kedves vendégeinket ezen az estén, és hát örülünk, hogy megtiszteltek bennünket ezen a novemberi kicsi szürkés és hideg időjárása, és nem csak bennünket, hanem dr. Vándor László régész nyugalmazott megyigazgató urat is megtisztelték, hogy eljöttek. Először is, ha lenne egy feladatom, ki kell mentenem igazgatónőt, mert ő szerette volna önnek köszönteni, de sajnos több kollégánkkal együtt beteg, úgyhogy nem tud részt venni ezen a mai estén. Úgyhogy, de sok szeretettel köszönti őket ő is. És én szeretném, mielőtt igazgatóra elkezdeni az előadását, Tarlóczi Katilának átadni a szót, hogy pár mondatot ő is mondjon önöknek. Hölgyeim és uraim, kedves érdeklődők! Én is köszöntöm önöket a Kanizsai Múzeumért Alapítvány nevében. Az én feladatom kimenteni elnökünket, Polai Józsefet, aki nincs Kanizsán, de megkért, lelkemre kötötte, hogy feltétlenül mondjak egy dolgot el önöknek. Ezt megtenném, és erre is szorítkoznék csupán. A Kanizsai Múzeumért Alapítványnak az elhatározása az, hogy minden eszközzel megpróbálja népszerűsíteni a kanizsai vár történetét, vár dolgait, és hát a várépítő család tagjait, a kanizsai család tagjairól beszélek. Ebben a törekvésünkben nem, hogy óriás nem lehetnénk, de félkarú sem, Vándor László úr nélkül, aki városunk szülötte, nem tudom, tudják-e. És ha valaki belelapoz mondjuk a kanizsai monográfia első kötetébe, akkor azonnal látja, hogy mennyi mindent köszönhet a város közönsége neki, hogyha tudni akar valamit a kanizsai vár létezése koráról. Elgondolkodtam, hogy Latin kívül a Földön él mondjuk 7 milliárd ember, jó, egy kicsivel több, és ebből a nagyjából 7 milliárd emberből fogadom egy sincs, aki annyit tudna a kanizsai várról, mint ő. Tehát kivételes szakértelem az, ami ma hozzánk látogatott, és aki hallgatta már előadását, úgy látom, sokan vagyunk ilyenek, az meg tudja, hogy nem csak elmondja a dolgait, hanem élvezetesen szórakoztatóan képes erre. Úgyhogy azt hiszem, jól döntöttünk, hogy a délután egy részét itt együtt ezen a helyen töltjük, és át is adnám Vándor úrnak a szót azzal, hogy próbáljanak akkor megfelelni felfokozott várakozásainknak. Köszönöm szépen a szép bevezetőt, és szeretettel köszöntöm önöket. Hát olyasmire vállalkoztam, amelyik igazából, megmondom őszintén, egy több mint 10 évvel ezelőtt írtam erről a témáról. Igaz, hogy azóta nagyon sokat foglalkoztam, főleg a kanizsai vár bemutathatóságának lehetőségével, nem konkrétan a várépítő személyével, de amikor megkaptam mindegy másfél hónapja ezt a felkérést, előszedtem a régi jegyzeteimet, körülnéztem, és rá kellett jönnöm, hogy rengeteg minden új összefüggésbe is kerülhet ebbe a tekintetbe, és megmondom őszintén, hogy egyre jobban élveztem, hogy össze tudom rakni ezt az anyagot önök számára. És ma reggel, mikor elindultam, még mielőtt elindultam az egyetemre, már túl vagyok néhány egyetemi előadáson is, még előtte is beleraktam néhány dolgot, ami eszembe jutott az éjszaka. Úgyhogy, ami most összeállt, arra azt tudom mondani, hogy a várépítő, illetve a várépítés körülményeiről egy meglehetősen nagy anyag, de korán sem tekinthető teljes mértékben befejezetnek. Azzal együtt is, hogy előre elmondanám, hogy az egész várépítés kérdése azért egy kicsit problematikus, mert az erre vonatkozó adatok igazából nagyon minimális mértékben állnak rendelkezésünkre. És igazából, amit kikombináltam, azoknak a jó része valósnak tekinthető, olyan értelemben, hogy a legvalószínűbb megoldásokat próbáltuk ebben az esetben összegyűjteni. Az a személy, aki azt a várat építette, bocsánat, ezt innen elveszem, ezt a várat építette, amelyiket igazából a kanizsai várnak tekintünk, és amelyik több mint 200 éven keresztül állt a nagykanizsai egyre növekvő, a török időkben folyamatosan bővülő, és végül egy hatalmas erődé képülő
Kanizsai vár közepén. Ezt a várat egyértelműen és jól meghatározhatóan egy nagyon jelentős személyiség, Kanizsai családnak egyik nagyon fontos tagja, Kanizsai Miklós építette. Az ő személyén keresztül és ebben az összefüggésben próbálom bemutatni önöknek a Kanizsai várat és a Kanizsai várnak a történetét. Hát azt hiszem, hogy amit itt látnak, az jó részt többeknek ismerős. Azóta se írtak igazából sokkal jobban. Reiszik Ede volt az, aki a Kanizsai családnak a legjobb táblázatát összeállította, a legjobb családfáját. És ebből ezen a családfán nagyon jól látható, megpróbálok itt magyarázni, nem tudom mennyire olvasható, hogy a Kanizsai Lőrincből nevezetőleg induló család itt a baloldali részen János nevű leszármazottjának a fiai, három fia, Miklós, János és István volt az, aki a 14. század végén, a 15. század elején a legmagasabbra emelte a Kanizsai családnak a címerét, és a Magyarországnak tulajdonképpen a legrangosabb és legjelentősebb családjává tette. Nem lehet elmenni anélkül, hogy igazából János volt a fiúk apja, de az, hogy ez megtörténhetett, és ezek a emberek azzá lettek, amik az nem elsősorban neki köszönhető, hanem az öccsének. És az egész Kanizsai család és ez a történés, amelyik itt zajlik, és az, hogy megépülhetett ez a vár, ez nagymértékben összefüggött azzal, hogy a kanizsaiak következetesen a második fiút az papnak adták, és ezek a papnak adott fiúk az egyházi ranglétán oly magasra tudtak emelkedni, és oly tehetségesek voltak, hogy a családnak a többi tagjait, a családnak a leszármazóit támogatni tudták, és ezáltal igazából ők voltak azok, akik a családot ezekre a magaslatokra föl tudták emelni. Márpedig az, aki ezeket az embereket, Miklós, János és István eljuttatta oda, az Kanizsa István volt, aki a papi pályáján, most felolvashatnám, hogy bácsi, olvasókban a kóboldi prékus, majd végül is kinevezett zágrábi püspök volt, és itt zágrábi püspökként ő volt Nagy Lajosnak az egyik legfontosabb diplomatája. Nagy Lajosnak az egyik bizalmi embere, rengeteg külföldi követségbe járt Nagy Lajos helyett, és rengeteg birtokadományt szerzett, és azt a kanizsai birtoktestet, aminek az alapjait Lőrinc rakta re, aki az Os nemzetségből származva a 14. század elején ide került, tulajdonképpen ennek a birtokait kiteljesítette, és ezt a Kanizsa környéki nagy birtokot összehozta. Anélkül, hogy a kanizsai család történetében nagyon mélyen belemennék, el kell mondani, hogy a három fiú, Jánosnak a három fia, tehát a bátynak három fia, igazából négy volt, volt egy Lőrinc nevű fiú, aki a kanizsai ős, azaz a birtokot szerző ősnek a nevét örökölte, ő azonban nagyon korán meghalt, néhány oklevél említi, nem jutott pozícióba. Viszont a papnak adott János volt az, aki a legmagasabb rangra emelkedett, végigjárva egyházi ranglétrát, Kanizsai János egri püspök lett, majd pedig esztergomi érsek, a királynak a főkancellárja, és élete végén a Német-Római Birodalom kancellárja volt. Ilyen magas rangra Magyarországról egyházi ember, azóta se jutott. Ez volt ő, és ő volt az, aki tulajdonképpen a bátyjait segítette, a rengeteg birtok szerzeményeit mindig úgy szerezte, hogy ők hárman szerezték a birtokokat nevesítve, de igazából a két testvér, a bátyja és az öccsre íródott az egész vagyon. És ugye ezen belül itt volt ez a bizonyos Miklós, akiről már sokkal több szó esik. Ő volt az, aki különböző főispáni méltóságok után egészen Magyarország tárnok mesterségéig jutott. És volt az István, aki lényegesen közelebb volt a király személyéhez, mint Miklós. Ő a királynak nagyon sokáig udvari embere, udvari vitéze volt, aztán Székely István lett, és aztán a főajtónáló mester, gyakorlatilag ő is a főrangok sorába emelkedett. Ez a sor és ezek a testvérek voltak azok, akik ehhez akkor már kiteljesedő nagy birtokrendszerhez
azokat a rangos épületeket is megóvajtották alkotni, amik ehhez kellettek, és amelyek ezeket a méltóságokat tükrözték volt. Mielőtt belevágnék a tulajdonképpeni várépítési kérdésekbe, azért elmondanám, hogy van egy mai napig teljes mértékben megoldatlan kérdés, az pedig arról szól, hogy ez a vár, ami aztán ugye a 14. század végétől egészen a lebontásig itt állt a vár térségébe, és az a vár, amit annak idején a Kanizsai Lőrinc megszerzett, ugyanaz a vár volt-e? Ebben a kérdésben tulajdonképpen nincs teljes konszenzus, én nekem nagyon erős gyanúim vannak abban a vonatkozásban, hogy ez nem így volt. Erre a régészeti kutatások is ráerősítettek, hiszen a Kanizsai vár, a jelenlegi vár területén semmi olyan maradvány nem bukkant elő, ami azt mutatta volna, hogy ez előtt itt egy komolyabb épület állt volna. Ellenben ez a bizonyos várat mindig Kanizsaszeg néven említik, és azt el kell mondanom, hogy itt látják is, hogy 1296-ban, 1308-ban felbukkan itt egy jelentősebb ember, akit úgy hívnak, hogy Kanizsaszegi Ejnár vagy Ajnart, és felbukkan egy vár, amit úgy hívnak, hogy Kanizsaszeg, és ennek a Kanizsaszegi Ejnárnak a fia volt az a Kanizsai Máté, aki az Oslenbeli Lőrincnek, aki később Kanizsai Lőrincnek nevezte magát, és aki ekkor a 14. század elején a Dunántúl kiskirályainak, a kőszegieknek a várnagya volt itt ezen a terület, a kőszegiek majdnem minden várra rátették a kezüket a Nyugat-Dunántúlon. Szóval ennek az Oslenbeli Lőrincnek eladja az itteni birtokait és elmegy Kanizsa térségéből, tehát a maradvány birtokokról van szó, és 1323-ban ezt a várat a K.V. Robert szolgálatába álló a kőszegieket ott hagyó Kanizsai Lőrinc a királytól adományba kapta hozzátartozó falukkal együtt. Ezt a várat ugye Kanizsaszegnek hívják, Kanizsaszig. Most ez a vár ezen felbukkanása után egészen a 14. század végéig többet egyetlen egyszer se szerepel egyetlen forrásba. Tehát Kanizsai várról 1323-tól az 1300-as évek végéig nem történik említés. Nincs egyetlen ismert okleveles adat sem. Ebben most hadd ne menjek bele, mert ez messzire vezet. Egy azonban biztos, hogy ott látnak egy kis térképet, amin még túl is lehetne menni. A mai Kanizsai határban két olyan várhely is van, mindegyik a Kanizsa folyó mocsaraiba, amelyik különböző térképeken, különböző említésekben szerepel, amelyek már a középkorban sem működtek, illetve a középkor második felében nem működtek, és amelyiknek a helye nagyjából azonosítható, bár azóta a helyüket különböző okokból eltüntették. Halis István volt az a jeles kanizsai helytörténész, aki ezt először közzétette, ezt a bizonyos 1792-es térképet Kanizsa környékéről, amelyik a mai vasútállomással szembeni dombon jelöl egy Leányvár nevű helyet, és leírja, hogy ott egy várnak a helye volt, amelyiknek még különböző maradványait lehetett látni, de már az ő idejében ez nem volt meg. Ez pontosan lokalizálja is. Nem kizárt, és Leányvárnak általában azokat a várokat szokták nevezni, amelyik valamilyen oknál fogva kapcsolatban vannak előtt-utód. Ez nagyon sok helyen előfordul. Tehát én merem feltételezni azt, hogy az a bizonyos Kanizsa szegvár, amelyik egyébként a meghatározható történeti kanizsai határnak valóban a szegletében van, és nem a közepén, mint a későbbi vár. Ez lehetett az, amelyik csak úgy oda tettem egy ilyen favár rekonstrukciót, amik ezekben a korszakok váltában jellemzőek voltak. De ezen, ha túllépünk, visszatérve erre a bizonyos nagy generációra, amit mostan közelebb hozok önökhöz, lehet látni, tehát ott fönn látszik ennek a bizonyos Kanizsai Jánosnak a pecsétje, gyönyörű püspöki pecsétje, alul pedig Kanizsai János érseknek a pecsétjét láthatják, amelyikből elég sok példány megmaradt, és jobban olvashatók ezek a bizonyos titulusok, milyen iratutat futottak be ezek a rendelek. Azt lehet látni, amik föl vannak írva, és általában, amikor középkori ilyen típusú családfákat látnak, akkor mindig el szeretném mondani, nyilván sokan tudják, hogy az a
két évszám, ami föl van írva, hogy mettől meddig, az nem azt jelenti, hogy a születéstől a haláláig, hanem ameddig az életüket nyomon lehet követni, tehát az írásos forrásokban szerepelnek. Nagyon kevés középkori emberek tudjuk a születését. A halálát már jobban, mert a síremlékek csak-csak megmaradtak, vagy valami említés, de a születésről nagyon keveset lehet tudni. Pár hónapja tudjuk, hogy Zrínyi Miklós biztosan és pontosan hol született, és mikor született. Ezt most lett publikálva, előkerült teljesen véletlenül egy levél, bizony itt született Csáktornyán, nem Ozaliba, mindezt korábban gondoltuk, és május 1-én született. Úgyhogy csak úgy ezt most mondanám, lehet, hogy még lesznek csodák, és tudunk többet, de lehet itt látni, hogy gyakorlatilag a halál évszámok azok pontosak, hogy Miklós, na ez az ezen, Miklósnak a halála az annyiban bizonytalan, hogy 1405 februárjában már néhainak mondják, hogy aztán 404 legvégén vagy 405 januárjában hunyt el, ezt nem lehet tudni. Az viszont, hogy a János 1418. május 20-án halt meg, mint esztergomi érsek, ez viszont az egyházi levéltárok. Pontosan tudják, hogy a pápai kinevezésen is egyenek annak, és nagyjából azt is pontosan lehet tudni, hogy mikor halt meg István, a legfiatalabb öcs ebből a csapatból. Akkor nézzünk Kanizsai Miklóst, aki ezen a néven második volt a családhangja. A családfal kutatók ezt mindig úgy csinálják, hogy az első az a, először azon a néven szereplő, ő volt a második. Itt mindjárt lehet azt látni, amit említettem, hogy 1367-es oklevélben szerepel először testvéreinek, vele együtt, és 1385-ben már Magyaróvár, a mai Kossuth Magyaróvár várnagyaként jelenik meg, mert nyilvánvaló, hogy nem lehetett volna várnagy, ugye, ha a születési évét nézzük, tehát nyilvánvalóan lényegesen korábban született, biztos, hogy már 20-as éveiben járhatott legalább, amikor Magyaróvár várnagyává tette a király, még királyi vár volt, és a nyugati határszél lett végtelen. Rövidesen ezután Vas és Sopron megye főispánja lesz. Ez annyit tudni kell, hogy a kanizsai család birtokainak a jelentős része az nem itt volt Zalába, hanem Sopron és hát az egész Osi nemzetség igazából onnan származik, hanem Sopron és Vas megyében volt, tehát már nem véletlen, és a kanizsai családnak ez az ága, amelyik a 14. század elején itt megtelepszik, ugye ez lett Zalaival, és összevontan aztán hamarosan az egész Nyugat-Dunántúl fölött megszerzi a főispáni hatalmat, ami egy elég nagy összevont tisztség. Tehát 88-tól már Zala megye főispánya is, és még ugyanebben az évben, és ebben már egészen biztosan benne volt a öcs, az egri püspök, az esztergomi érsek, aki nagy szerepet játszott abban, hogy Zsigmondból magyar király lett, és ezt Zsigmond többszörösen meghálálta, még akkor is, amikor a kanizsaja később megpróbáltak hűtlenek lenni hozzá. Nyilvánvaló, hogy besegített abban, hogy 1388-ban országos főmértóság tárnokmester lett, hát ez, ha kicsit vulgárisan hasonlítan, ez a pénzügyminisztere volt a királynak, tehát talán nem véletlen, hogy anyagiakban átlátta ezeket a dolgokat. Valószínű, hogy pontosan ezért a későbbiekben ez a hivatal, amelyiket megszerzett, egyre több teendőt rólt rá, úgyhogy a főispánságait feladja, és a század végén már csak tárnokmester egy ideig, majd aztán visszaszerzi a főispáni címeit, itt lehet látni, hogy 98-ban mind a hármat, később csak Zala megye főispánjaként említik, és 1401-ben pedig, mint volt tárnokmester, jelenik meg. Távozása az országos főméltóságok közül nem azzal függ össze, amit ott egy sorra lejjebb látnak, tehát amikor a kanizsaiak, is mondjam, az ellenkirályhoz csatlakoztak, egészen jól tudjuk okleveles adatokból, hogy komoly egészségügyi problémái voltak, és igazából beteg volt ebbe az időszakban, és ott kellett, hogy hagyja ezt a hivatalt, és vissza kellett, hogy vonuljon nyilvánvalóan ide a kanizsai várba, meg később ezt meglátjuk, és nagyon intenzíven foglalkozott ezzel a területtel. Hát
Ezt csak úgy is mondjam, hogy megjegyezném, hogy nem biztos, hogy jó választás volt, hogy a kanizsai mocsárban vonult vissza betegen az adott körülmények között, de hát a dolgok így zajlanak. Ezzel együtt is, testvéreivel együtt, ugye ebben most nem akarok belemenni, mert egy hosszas dolog a Zsigmond elleni összeesküvések és a Zsigmond elleni különböző intrikák és a magyar főuraknak azon törekvései, ugye, hogy a királynak fölött minden inkább rendelkezzenek, a királyi hatalomból mind nagyobb szeletet szerezzenek meg, amiben aztán lackfiak ugye belebuknak, és ebből a kanizsaiaknak van egy kevés hasznuk, hanem amikor aztán ez a második dolog történik, hogy 1403-ban ellenkirályt állítanak a Nápolyi Lászlónak a személyében, akkor a kanizsaiak csatlakoznak ehhez, és akkor János is egy időre kegyvesztett lesz, és kikerül a királyi udvarból, aztán ő vissza is kerül, de erre már Kanizsai Miklósnak nem volt ideje, hiszen addigra már ő valószínűleg nagybeteg volt, de 1403-ban, halála körüli években ő és nem kizárt, hogy valamilyen mértékben ez az előzöttség is hozzájárulhatott ahhoz, hogy ő a továbbiakban, illetve hogy nagyon rövid időn belül meghal. Most itt egy pillanatot kitekintünk ugye erre a bizonyos Jánosra, aki azt lehet mondani, hogy a kanizsai család egész történetében a legkiemelkedőbb egyéniség volt mindenféleképpen, hiszen ő vitte a legmagasabbra, és azt hiszem a legismertebb is, az egész Európa szerte ismert ember lett. Ott kezdte, ahol kellett neki kezdeni, ugye ügyesen a nagybácsinak a zágrábi püspökségében lett pap, ott kapta az első méltóságát, mint zágrábi kanonok. Onnan indult, aztán egy ugrással Esztergomba került réposnak, ami már egy jelentős emelkedés. 1384-ben egri püspök, 1397-ben főkancellár és esztergomi érsek. Előbb lett főkancellár, mint esztergomi érsek. Ez is mutatja a Zsigmondnak a belevetett bizalmát, hiszen még élt az előző esztergomi érsek. Ez a két hivatal egyébként együtt szokott járni ebben az időszakban. Tehát esztergomi érsek egyben a főkancellár is volt, de még élt, idős is volt az előző esztergomi érsek, mikor megkapta a főkancellári címet, majd néhány hónap múlva, amikor meghal a előd, akkor lesz ő esztergomi érsek. Itt az ő pecsétjeit látjuk, és hát sajnos az ő síremléke, nagyon sok esztergomi érseki síremlék megmaradt, annak ellenére, hogy a török elég tölt időkben rengeteg elpusztult. Ez nem sokkal korábbi előd a Zalához szintén kötődő Szécsi érseknek a síremléke, nyilván ugyanígy nézhetett ki, azért ezek eléggé egykapta fára készültek ezek a érseki sírkövek. És akkor az öcsi, a legfiatalabb kanizsai testvér, a kanizsai második, ezen a néven második Istvánnak a pályafutásáról nagyon sokáig van Zsigmond mellett a királyi udvarba, onnan egyenesen kerül a keleti végekre, majd nagyon érdekes módon a birtokait nyugaton kapja, lehet, hogy ez valami tudatos volt a király részéről, hiszen az osztrák határszélen szereznek birtokokat. Székely István volt egyenesen a királyi udvar főméltóságá lesz, főajtónáló, majd főudvarmester, valamikor egyébként együtt tölti be, és életének a végén ez már egy kicsit a kanizsaiak mellőzöttségének az időpontja, ő azért nem tudott úgy visszatérni, mint a papi pályán lévő testvér, tehát ő Sopron megye főispánja volt gyakorlatilag a utolsó időszakokig, és hát a székhelye, erről majd fogok hosszabban is beszélni, Istpartonban, az Eisenstadtban volt, ahol ő volt, aki tulajdonképpen ebből igazából várost csinált. Nézzük meg a várépítőnek a személyét, hogy mit tudunk róla. Mint mondtam, a középkori oklevelekből relatíve nagyon keveset lehet megtudni, hiszen a középkori oklevek elsősorban birtokadományokról szólnak, vagy esetlegesen különböző ítéletlevelek, de azért valamennyit mindig össze lehet szedni. Nem ismerjük az iskolázottságát, bár majdnem biztosak lehetünk abban, hogy nagyon művelt és nagyon iskolázott testvér mellett kapott valamilyen szintű oktatást, de
Azért is biztos, hogy kapott, mert Zsigmond szolgálatában nagyon komoly diplomáciai tevékenységet folytatott, és a diplomáciai működése pedig azt jelzi, hogy aztán több nyelven is beszélt. Hát latinul biztos, meg magyarul biztos, de kellett, hogy beszéljen esetlegesen talán más nyelveket is, hiszen követként szerepel Zsigmond követeként 1394-ben Velencében, ahol annak a lovagseregnek a felállításán ő munkálkodott, amelyikkel aztán sikerült elmenni ugye a derékjó csatavesztésbe a Zsigmondnak, a török ellen. Erről egy német diplomácia történet azt írja, hogy a középkori diplomáciának ez egy volt, hogy összeszedte ezeket a különböző érdekeket, hogy ezeket össze tudta toborozni ezt a lovagsereget, ugyanakkor a következő évben hasonlókokból és Zsigmond megbízásával több itáliai udvarba jár, majd azt is tudjuk, hogy 6. Károly francia királynál is jár követségben. Tehát nem volt akármilyen ember, nagyon széles látókörű, európai látókörű embernek kellett lennie, de igazából a jelleméről két dolog, hogy is mondjam, val. A pápa irattárban két irat foglalkozik vele, az egyik 1393-ból, a másik 7 év múlva 1400-ból. Az 1393-as az a legérdekesebb, ugyanis ebből kiderül, hogy Kanizsai Miklós, amikor az első felesége Katalin meghal, akkor tesz egy fogadalmat, hogy ő soha többet nem fog megnősülni. Aztán rájön, hogy baj van, mert nincs örökös, mert a Katalintól nem volt gyerek. És ezért felmentésért folyamodik a pápához, és kéri, hogy mentse fel a fogadalma alól, mert ő meg szeretne nősülni, mert családjában, ami ilyesmi onnan a szövegben, hogy, hogy a fia száma nagyon megcsappant. És ezért kéri a felmentést, biztos, hogy megkapja, mert van utód, és későbbiekben halál után jó pár évvel emlegetik az özvegyét is, úgyhogy de nem tudjuk egyébként konkrétan, hogy ki volt a második feleség. A második az az ezer, tehát ebből is látszik, hogy komolyan vette a fogadalmát neki, hogy nagyon vallásos ember volt, és ez a vallásossága, ez az 1400 évi fogadalmi felmentés séből is tudjuk, ez igazából a Veszprém püspökhöz ment, csak ugye ez amilyen szinten tovább ment. Az alól kérte a felmentését, hogy betegségére volt tekintet, és ebből lehet tudni, hogy 1401-ben miért mond le, kéri, hogy tette egy fogadalmat, hogy el fog zarándokolni a Szent Sírhoz, azaz Jeruzsálemben, de betegsége miatt kéri, hogy mentsék föl ez alól fogadalma alól, mert ezt ő már nem tudja a fizikai állapota miatt megtenni, de ezt a felmentést is egyébként megkapja. Hát ennyit lehet összeszedni róla. Az, hogy miből történt mindez és hogyan, közben illusztrációként főleg Zsigmondot lehet látni, akinek a különböző ábrázolás is, mert az egész történet összefog, kapcsolódik. Ez a bizonyos birtok gyalapítás, amihez Kanizsai Jánosnak volt ugyebár a legtöbb köze, 1387 és 1401 között így nézett ki, hogy a várak száma 2-ről 10-re emelkedik, itt lehet látni, hogy melyek azok a várak, főleg Nyugat-Dunántúl, Apuvár, Borostyán, Rob, Léka, Sárvár, Aszló, aztán Közép-Dunántúl megszerzik Simontornyát, és egy egészen kilógó birtok ez a felvidéken Russó, amit 1400-ban kapnak, és hát mondottam, hogy János révén történnek. Igazából az országnak talán az egyik legjelentősebb családjává növik ki magukat gazdaságilag. És akkor jutunk el oda, ameddig el akartam jutni, hogy ebben az időszakban a várépítészetben is új irányok indultak el Európa szerte, és ebben Magyarországon is az így történt, ebben óriási szerepe volt az Anjou királyainak, talán nem véletlenül, hogy akik Itáliából jöttek, és itáliai mestereket hoztak, itáliai neveltetésük volt, a kapcsolataik végig megvoltak ugye Itáliával, és a magyarországi vár, kastély, palota építésekben
itáliai példákat követtek. Az itáliai példa egyébként a reneszánsz időszakában nem csak Magyarországon volt követendő, de ezen a térképen lehet látni, azokat a típusú épületeket szedték össze kollégáim, amelyek Itáliából mind a két irányban kisugároztak, Angliától tulajdonképpen Moldváig. Ezek a zárt udvaros várkastélyok, amelyeknek a legszebb példájuk az olasz példákkal, Ferrarától kezdve szépen fel vannak sorolva, és lehet látni, hogy két alapvető típus van ebben az időszakban, amelyikkel most rövidesen találkozni fogunk. Az egyik, amikor a négy saroktornyos változat, amelyik az igazán várszerű, és a másik a palotaszerű, amikor egy zárt négyzet alakú középudvaros palotát építenek. Ezek az épületek az Itáliában ennél sokkal több van, csak ezek a legjellegzetesebbek. Legnagyobb számban egyébként talán nem véletlen Magyarországon jelennek meg. És nyilvánvaló, hogy ezekben az Anjouknak óriási szerepe van. Hát itt lehet látni fölül az itáliai példákat, amelyek nagyon erősen hasonlítanak, ugye Diósgyőre főleg, amelyik egyik legismertebb Anjou várépítkezésünk. Alul pedig lehet látni, a bal oldali az angol és a jobb oldali pedig a francia példa. Itt talán a legismertebb jobb oldal az a ferrarai épület, amelyiket talán sokan láttak már. És akkor eljutunk Magyarországra. Károly Róbert, aki ott a képes krónikából tekint ránk, volt az első, aki egy itáliai típusú reneszánsz palotát épít Visegrádon. Az alaprajzon lehet látni, igazából amit azt mondja Mátyás és többen tovább, Luxemburgi Zsigmond Mátyás tovább építette, de az alap, az a négyszögletes zárt udvarú palota volt, amit ő építetett Károly Róbert, és amelyiknek a kis torzóban sikerült rekonstrukcióját csak úgy odaraktam. Nagy viták tárgya, hogy kinek mi tetszik ebből, most hadd ne foglalkozzak ezzel, mert messzire vezetne. Valóban lehet látni egy rekonstrukciót, amelyik már a kiépített királyi udvarnak a mikéntjét mutatja, és ez pedig egy metszet Uzás Gergely kollégámtól, amelyik magának a palotának a szerkezetét próbálja megrajzolni, az elmúlt most már lassan 100 éves kutatások eredményeit összegezve. Most ez volt az első 1370-es években már készen lévő palota, amelyik óriási hatást gyakorolt a főurakra, akik a királyi udvarban voltak, és szinte azonnal elkezdődött az utánzás. Egyébként most nyilvánvaló lesz mindenki számára világos, hogy a divatot valaki megteremt, és utána nagyon gyorsan elkezdik utánozni, hogy a főurak mennek a király után, stb. Mindig azt szoktam mondani a legjobb példáként, hogy amikor a falun elkezdték az erkélyeket fölrakni a falusi házakra, aminek ugye az értelme senki nem tudja megmagyarázni, hogy hatalmas udvar közepén, ahol házra miért kell erkélyt rakni, de akkor az volt a divat. Talán még elmegy a mai napig is. Tehát ez volt az alap. A következő nagy építkezés az 1340-ben megszerzett Diósgyőri vár, amelyiket már Nagy Lajos fejez be. Ez egy tipikus itáliai négy saroktornyos vármegoldás, egy korábbi teljesen más alakzatú várnak a teljes elbontása után jön létre, külső falakkal övezve, ez egy igazán rendkívül mutatós épület volt. Ezt a későbbiekben a királyok, nem mindenkori királyok, a királynőnek adományozták, tehát ez volt a nász ajándéka királynak, és ez egészen még a magyar királyság létezett, ez a hagyomány is megvolt. Csak azért mutatnám emellett, hogy nyilvánvalóan tudják, hogy most készült el egy Magyarországon az egyik legnagyobb várrekonstrukció, amelyik a Diósgyőri várat célozta meg. Itt már a rekonstruált várat lehet látni. Ezzel is lehet vitatkozni, kinek mi tetszik belőle. Egy biztos, hogy ilyen szabású rekonstrukció még nem történt, és eléggé pontosan megálltak azon a ponton, amikor nem lehet tudni, a rekonstrukció mindig az a lényege, addig szabad elmenni, amíg nagyjából biztosak vagyunk a dolgokba. Néha ezen túl szoktam szaladni, de ez egy másik kérdés. Tehát ma már érdemes meglátogatni, és valamit visszakapunk abból, és hát így nézett ki valamikor a 19. században,
szerencsétlen vár. A király Nagy Lajos, ugye mikor elajándékozza végül is Diós Györgyöt a feleségének, és lengyel királyságra törekszik, illetve lengyel király lesz, igyekszik a felvidéken építeni olyan várakat, amik a útba esnek, jövet menet. És ahonnan könnyen el tud menni Lengyelországba, és visszafelé jövet meg tud tenni. Ezek közé tartozik a zólyami vár, amit ő épített. Ez az egyik legjobb állapotban megmaradt anjoukkori várunk. Ez már nem hanem ez a zárt udvaros reneszánsz várkastély, de még várszerű megoldással. Ez volt a másik példa, és volt egy nagyon hasonló, ami ehhez nagyon hasonlított, ezt kevésbé tudjuk, mert ez romként volt a közelmúltig, ez a Véglesi vár, amit szintén Nagy Lajos épített, és ugyanezen az úton, ugyanezek közé tartozik. Én még nem láttam, most tettem le a netről, hogy a szlovákok nekiálltak és részt verek.